hogy itt elég komoly védőfelszerelésnek is lenni kell. Látom, hogy hoztál valami maszkot. Mi az, amit használtak? Ez milyen anyag? Hát igazából kezdhetném a géppel, akkor hogy elmondanám az egészet az elejéről. Ez egy kisméretű kézi akkumulátoros hidegkőt képzőgép. Ezért egyedi, mert ilyen igazából nagyon kevés gyártónak van. Covid ideje alatt, Covid egy alatt fejlesztette a holland iTeam Global cég. Mi annak vagyunk a magyarországi képviseletben. És hát igazából magának a fertőtlenítésnek megvan egy protokollja. A protokoll az úgy néz ki, hogy megfelelő biocidhatású szert kell használni, megfelelő technológiával, megfelelő protokoll szerint, tehát föntről lefele, figyelni arra, hogy semmi nem maradjon ki, és a munkavédelmi felszereléseket is alkalmazni kell. Tehát ez számomra azt fogja jelenteni, hogy egy teljes arcot védő maszkot fogok használni, ami még a szelepek nincsenek rajta, valamint egy egész alapos overallt fogok magamra húzni, lábzsákot és gumikesztyűt fogok használni. Köszönjük a kedves Eger Hírek nézőket! Egerben segítünk, egy újabb helyszínen vagyunk, Turi Ferenc koordinátor pedig már is elmondja, hogy mi fog történni itt a következő néhány pillanatban. Szia Ricsi, ez itt egy általános iskola, Balassi Bálint, ha jól tudom, mindenki Egerben csak hatos iskolának mondja, igazgatóra, ha jól mondom. Igen, ez a régi hatos iskola. Régi hatos iskola. Itt egy hidegködös fertőtlenítésről lesz most szó, de első körben, hogy miért jutottunk el idáig, itt a képviselőtestületből Orján Sándor képviselő úr kicsit közben járt nekünk, hogy hogyan tudjuk ezt majd itt kifertőtleníteni, illetve a képviselő úr hozott itt a tantestületnek pár darab maszkot, amit szeretne átadni első körbe. Utána még rátérnénk itt a fertőtlenítésre, hogyha megengeded. Igen, akkor most megtörténik az átadás. Képviselő úr, ez nem is pár darab maszk, ez jó pár darab maszk egészen konkrétan. Igen, az a helyzet, hogy ahhoz, hogy a gazdaság működjön, nagyon fontos, hogy felnőttek tudjanak dolgozni, az, hogy a gyerekek azok iskolába, óvodába tudjanak járni, és a kisgyermekekkel ne kelljen otthon maradni a szülőknek. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy az iskolákban tartsuk a megfelelő higiénés szabályokat, hogy ne elkerülhető legyen a csoportos megbetegedés, és ezért nagyon örültem, hogy részt vehetek egy ilyen akcióban, ami egy ilyen párhuzamos maszk átadós és fertőtlenítős akció. Én nagyon remélem, hogy az iskola az nem kerül majd egyáltalán itt a járvány időszak alatt bezárásra, ahogy nyilván minden egri iskola esetében ugyanez a reményünk megvan. Szeretnénk, hogy a gazdaság működjön, a gyerekek pedig tudjanak óvodába és iskolába járni. Igazgató, mit kell tudnunk a jelenlegi helyzetről az iskola perspektívájából? Először is köszönöm szépen a felajánlást és a fertőtlenítést is. Minden örömmel veszünk, amivel segíteni tudunk a járvány megelőzésében. Valóban örömmel fogják használni ezt a gyerekek is, és a pedagógusoknak is juttatunk belőle. Lekopogom, jelen pillanatban nem állunk rosszul. A Egri Balassi Bálint Általános Iskolához tartozik még a Tinódi Tagiskola és a Móra Tagiskola. 8-10 aktív betegünk van, és az elmúlt napok tesztelésén szerencsére csak néhány kollégánk lett pozitív. Igyekszünk elkerülni minden lehetséges megelőzéssel a fertőzéseket, úgyhogy ez a cél, hogy legalább most a szünetig kihúzzuk, és akkor egy kis időt nyerünk. Igazgató úr, akkor jó egészséget kívánunk önnek is, és a tantestületnek is, és persze a gyerekeknek is. Még egyszer köszönöm a felajánlást, és köszönöm ezt a kívánságot is. Ferike, akkor már is lépünk tovább, ugyanis ahogy említettük itt az elmúlt pillanatokban, azért ez egy dupla felajánlás is valahol, vagy dupla felajánlásban van itt most az iskolának része, mert hogy azon túl, hogy a csomagok megérkeztek, vagy pontosabban a szájmaszkok, itt egy egészen különleges fertőtlenítés is elindul. Mit kell erről tudni, vagy már is svenkeljünk tovább? Kicsikét, ahogy lépek, ugye bocsánat mindenkit, hogy átlépek mindenkit. Király Attilát még bemutatnék mindenkinek, ő egy dunakeszi cégnek a ügyvezető igazgatója. Egy olyan rendszert fejlesztettek, vagy indítottak el Magyarországon, ami úgymond hidegködös fertőtlenítés, számomra teljesen új kelletű, de ezt inkább az Attila mondja el, hogy miről is van szó, és ezt hogyan is kell elképzelni, hogy mi ez. Mi ez a hidegködös fertőtlenítés, Attila? Szia! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A hidegködös fertőtlenítés, ez igazából, tehát nagyon le akarom egyszerűsíteni, ez egy egyszerű permetezés, annyi különbséggel, hogy olyan porlasztófejet használunk, amely a folyadékot olyan kis részecskékre bontja, hogy gyakorlatilag nem áztatjuk el a felületet, és ezáltal, hogy kis részecskékre bontja a folyadékot, a lehető legnagyobb felületet be tudunk vele vonni. Tehát egy egészen hatékony és nagyon biztonságosnak mondható fertőtlenítési módszer.
nyilvánvalóan a megfelelő biocid hatású, tehát vírucid hatású szert kell vele használni, a megfelelő protokolloknak a betartásával, és hát a cégünk által fejlesztett gépek erre különösen alkalmasak, valamint ugye maga a technológia is olyan, hogy igazából mondom létező, de a miénk az egy egyedi. Tehát ezt be fogom most egyrészt mutatni, másrészt pedig ugye a hatékonyságát meg a gyorsaságát látni fogja mindenki, és bízunk benne, hogy tényleg segíteni tudunk ezzel az iskolának és az itt dolgozóknak és az idejáró gyerekeknek. Én egészen biztos vagyok ebben, köszönjük szépen az iskola nevében is. Ferike, akkor egy végszót szeretnénk a végére kérni. Kezdjünk neki szerintem. Tökéletes végszó volt. Uraim, nagyon szépen köszönjük a közreműködést mindenkinek.